Autók jönnek, mennek az egyik forgalmas győri csomópontban, piros, fehér és fekete járművek mind-mind más felfogású sofőrökkel. Egy friss felmérés szerint a jármű színe sokat elárul a vezetőjéről, sportos sofőrök például ritkán választanak fehér autót, míg a megfontoltakra a piros szín jellemző. A Győr Plusz közlekedési szakértője szerint valóban vannak bizonyos típusú sofőrökre jellemző árnyalatok. A szín gyakorlatilag még mindig azt mondom inkább divat. A közlekedésben a felismerhetőség kevésbé számít a vételkor, ezt inkább a statisztikák biztosítók főleg ilyeneket készítenek, hogy ilyen statisztikákat. Ami a lényegesebb, hogy a sportos vezetéssel függ össze, hogy nagyobb autó, fekete autó, de más színben is, vagy mondjuk egy terepjáró, és akkor többet engedhetek meg az utakon. De nem a szín a legfontosabb, hanem hogy a sofőr sportos, rutinos, vagy éppen gyakorlatlan. Vérgyőrt szerint a száguldozó járművek legalább olyan veszélyesek, mint a rutintalan autósok. A sportos vezetés magába foglalja a gyorsabb vezetést. A bizonytalan vezetés, és most magunkra, az oktatókra is mondhatom, hogy kezdőtanulókkal, bár jelezzük táblával, az szintén nagyon veszélyes, hiszen kiszámíthatatlan a mozgása, kiszámíthatatlan a fékezése, esetleg egy hirtelen fékezéssel. Tehát a bizonytalan vezető, azt kell mondanom, hogy be kellene gyakorolni gyérforgalomba, hétvégén, illetve hát a tapasztalatait, ha megszerzi. Nekünk is türelemmel kell a gyakorlottabb autósoknak, hiszen mindegyikünk úgy kezdte. Úgy tűnik fontos a szín, még inkább, hogy milyen felfogásban vezet a sofőr, de szakértők egybehangzó véleménye szerint a legfontosabb az, hogy mindenki ismerje a saját vezetői képességeit és tartsa be a kreszt. Ez esetben ugyanis a közúti balesetek többsége elkerülhető lenne.